Feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Márki-Zay Péter mozgalmához külföldről érkező kampánytámogatások ügyében Halász János. A Fidesz frakció vezető helyettese azt várja a NAV-tól, hogy tisztázza az ügyet, és szükség esetén tegye meg a büntető jogi lépéseket az elmúlt 3 évtized legsúlyosabb botrányában. Márki-Zay Péterrel beszélgetünk. Na most már ezt is elmondhatja magáról. Jó estét kívánok, hogy az elmúlt 3 évtized legsúlyosabb botránya a nevéhez. Igen, nem a Szájer, nem a Borkai, nem a Gripen beszerzés, nem a vakcina beszerzés, lélegeztetőgép, hanem pont egy olyan botrány a fideszes politikusok számára mindenképpen, amikor valaki 3 évtized óta először tisztességesen elszámol a kampánypénzeivel, és még a titkos szolgálat sem talált semmilyen kivetnivalót benne. Jó, a múltkor erről mi már beszélgettünk, két hete volt nagyjából, és akkor is megbeszéltük, hogy lehet, hogy az önnél lévő pénz, idézőjelben önnél, tehát a mozgalmánál lévő pénzzel elszámoltak, de a többit azt most sem értjük, hogy igazából mi történt vele. Abban nem vagyok kompetens, sajnos. Én értem. Az, hogy az Action for Democracy ki mást támogatott az MMM-en kívül, azt tőlük kell megkérdezni. Az, hogy feljelentést tesz a Fidesz frakció vezető helyettese, ez jelent többet, mint ami eljárás eddig zajlott, vagy amiről eddig tudott? Én még összeszintén szóval elolvastam a cikket, és azt se tudom, hogy miért tett feljelentést. Ugyanis költségvetési csalást gyanítanak, de ebben nincs költségvetési pénz. Tehát egyáltalán nem látom, hogy lehetne költségvetési csalást elkövetni úgy, hogy valaki egyáltalán nem kap költségvetési pénzt. Ha választásra hivatkozott volna, és akkor azt mondja, hogy választási csalás, az jobb? De választási csalás nincs, hát a titkos szolgálat. Most egy más kérdés, hogy mit címkézünk, de akkor az jobban hangzott volna? Nem, de őszintén szóval de az egész egy figyelem elterülő hadművelet. Tehát a Fidesz részéről kétségbe esetten keresnek valamilyen fogódzót, amivel egyrészt a saját lopásaikról elterik a figyelmet, hiszen ha valaki tisztességes és nem lop, ez a Fidesz számára elég kellemetlen. Másrészt pedig hát végig hazudták az egész választási kampányt. Most már Matolcsi is elmondta, hogy mi mindenben hazudtak, hogy nem a szankciók, meg nem a háború miatt van infláció, hanem Orbán Viktor téves hibás döntései miatt. Tényleg, mit gondol a Matolcsi nyilatkozatról? Ugye azt itt tegnap Parag Lászlótól meghallgathattuk, hogy Matolcsi zavarosan gondolkozik ezekről a dolgokról, meg hát a kompetenciáját is megkérdőjelezte Parag László, de ön hogy látja? Biztos, hogy sok kérdésben én is megkérdőjelezném Matolcsi úrnak a kompetenciáját, de ebben a beszédben nem találtam kifogásolni valót. Azt gondolom, hogy amit elmondott, az sajnos a valóság. Kétharmados gazdasági fordulatra lenne szükség? Mifélére? Óriási gazdasági fordulatra. Most Magyarország sajnos a hatékonytalan kormány közeli szereplőket jutalmazza óriási pénzekkel, és ebből soha nem lesz Magyarország számára versenyképes például export. Tehát még egyelőre az Orbán családhoz és Mészáros Lőrinchez köthető cégek egyike sem mutatott fel semmilyen érdemleges gazdasági teljesítményt. Ebből csak lopás és szegénység lesz. Hát ugye erre szokták érvként mondani a másik oldalon, hogy mennyi embernek ad munkát az a sok magántőke, ami a magyarországi elmúlt 10 év alatt keletkezett. Igen, és hogyha nem lopták volna ezeket a pénzeket, ugyanebből a pénzből 2-szer annyi utat lehetett volna építeni, és 2-szer annyi ember élt volna meg belőle. Úgy gondolja? Én biztos vagyok benne. Látjuk Hódműzővásárhelyen is. Érdekes módon, mióta tisztességes verseny van, mióta szabadon pályázhat bárki és a legjobb ajánlat nyer, azóta lényegesen olcsóbban épülnek bármi, tehát a őrzésvédéstől a kamerarendszerig minden töredékére esett vissza, és hogy nem, ebből a pénzből mi újabb és újabb beruházásokat csinálunk, ami tényleg növeli a foglalkoztatást, és az emberekhez jut ez a pénz. Hogy áll Hódmezővásár? Tegnap a két legnagyobb önkormányzati szövetség vezetője itt volt a stúdióban, és hát elmondták, hogy elég gyalázatos általában a települések helyzete. Hódmezővásárhelyi milyen? Hát idén még jól állunk, ez Lázár Jánosnak szúrja is a szemét, és ő most azon dolgozik éppen, hogy Vásárhely egy fillér kormányzati támogatást se kapjon. Ő azt mondja, hogy Makó új, Lázár János új álomvárosa, ők fegyelmezetten gazdálkoznak, ezért kapnak, Vásárhely pedig jól áll anyagilag, ezért nem kap. Itt van némi ellentmondás. Az összes többi településnél az ő körzetében nyilvánvalóan komoly gazdasági problémák vannak, pénzügyi hiányosságok vannak, és ezeknek mind ígér kormányzati juttatást. Tehát Magyarországon is egy olyan kultúrát szeretnénk, ahol normatív alapon minden választópolgár, mindegyik település megkapja a neki járó kormányzati segítséget, kormányzati pénzeket, és itt ugye vegyük figyelembe, hogy a kormányzat hibájából
előállt gazdasági nehézségeket kell megoldani a településeknek. Tehát elvárjuk azt, hogy politikától függetlenül mindenki, így a vásárhelyek is kapják meg azt a pénzt, ami nekik jár. Az nem egy működőképes logika? Ahol a legnagyobb baj van, oda segítünk? És nem ilyen fűnyíró elv alapján mindenkinek lélekszámra függően odaadjuk a pénzt? Hát volt már egyszer egy példa erre, amikor Lázár János idején Hódműzővásárhely a legnagyobb, legalábbis lakosság arányosan egészen biztosan, a legnagyobb kormányzati kimentőcsomagot kapta 2012-ben. Ez azonban arra motiválja a településeket, hogy lehetleg adósodjanak el. Gazdálkodjanak fele. Így van. Tehát ez egy nagyon rossz motiváció. Az, hogy tegnap megszületett a megállapodás Brüsszelben, egyfelől némiképp árnyalja a sok-sok ellenzéki véleményt, amit az elmúlt hónapokban hallottunk. Nyilván nem azt kérem, hogy más politikus társai véleményét, mondatait minősítse, bár ha van kedve, akkor azt is szívesen fogadom. Hanem igazából arra vagyok kíváncsi, hogy miközben úgy tűnt, hogy az ellenzék nagy része szerint ez a pénz ez reménytelen, szerződés nem lesz, megállapodás sosem lesz. Most mit gondol, hogy mégis van? Hát őszintén szóval én ezt a hullámzást nem érzékeltem az elmúlt időben, folyamatosan én azt láttam és magam is így gondoltam, hogy Magyarország előbb-utóbb meg fogja kapni a pénzeket, később, és nem az összeset. És amennyit ma tudunk, továbbra is azt látjuk, hogy később kapjuk, most így néz ki, nem az összeset. Igen. Illetve megkaphatjuk az összeset, hogyha a kormányzat teljesít mindent, amit... És nagyon komoly feltételek vannak, viszont Orbán Viktor már is megszavazta a 9. szankciós csomagot, Orbán Viktor már 9 szankciós csomagot megszavazott, miközben azt állítja, hogy ez hazánk érdekével ellentétes. Ő bennünket éppen azzal vádolt, hogy külföldi pénzekért cserébe hazánk érdekével ellentétes döntéseket hoztunk volna. Orbán Viktor nem csak végig hazudta a kampányt, nem csak többszörösére emelte a gáz és a villany árát, de külföldi pénzekért cserébe szerinte hazánk érdekével ellentétes döntéseket hozott. Hihetetlen számomra ez a... Hát az egyik a nagy politika, a másik a belpolitika. Vastagbőr. Tehát ez döbbenet. Lehet másképpen hisz abban, hogy lehet ugyanazt gondolni hazafelé a politikai remények miatt, mert hogy jövőre már készülnek a 24-es választásra a pártok, tehát nyilván ezt készíti elő a Fidesz is, és más mondani Brüsszelben? Nézd, én egy másik politikai kultúrában hiszek. Hódműzővásárhelyen ezt, ahogy említettem, például azzal, hogy egy nagyon szigorú beszerzési szabályzatunk van. Mindent nyílt versenyben döntük el, és mindig a legjobb ajánlat nyer. Mi elszámoltunk a kampánypénzeinkkel, az is ennek a másik kultúrának a része. Mi kértünk támogatást, és az összes kampányomban eddig elszámoltam fillérre, most is a honlapomon lehet látni. A családtagjaim vagyon nyilatkozata is mindegyik nyilvános, soha nem titkoltam. Fillérre pontosan meg lehet nézni, hogy hol, miből, mire költöttünk. Úgyhogy például a Halász úrféle feljelentése is csak ez a válasz, hogy ott van minden egyes számlatesség, böngészék nyugodtan. De hogy mást mondjak erre a másik politikai kultúrára, most pénteken, tudomásom szerint Magyarországon először egy önkormányzati és egy országos díjat alapítottunk és adtunk át egy gála est keretében a cigányságért legtöbbet tevő magyar, illetve vásárhelyi embernek. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy 90 éves roma bádogos mester, aki a Szekovács Kft-t 52-ben megalakította, és egy cigányokból álló KTS-t működtetett annak idején, ő lett a Mátray Attila díj, a Hódmezővásárhelyi cigányságért díj első díjazottja, és Varga Gusztáv, a KAIAG Roma Kulturális Egyesületnek az alapítója, 45 éve csinálja, több mint 30 éve, immár 4 iskolát alapított, sajnos Kalocsán már bezárt, de most Hódműzővásárhelyen nyitottak egyet. Rengeteget tett, azt gondolom, a cigányságért, és nagyon jó példával járt el, egész világot turnézta fantasztikus roma zenével. Ő lett a Bogdán László díj első tulajdonosa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is azt a más kultúrát képviseli, hogy mi szeretetben szeretnénk segíteni, és a magyar kultúrát emelni azzal, hogy vannak pozitív példák, és ezeket akarjuk támogatni a jövőben. Örülök, hogy ezt a két díjat megemlítette a végén. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.